Sziasztok, Görbe Palko vagyok, és üdvözlök mindenkit a Goldenburg YouTube csatornáján. A mai videóban két különleges köretet fogunk elkészíteni, egy steak burgonyát, valamint egy tejszínes tepsis burgonyát. A steak burgonyához szükségünk lesz először is Goldenburg sütnivaló burgonyára, amit először félbe, majd háromba vágunk, és ezután megmosunk, és 10 perc alatt elő fogunk főzni a sütéshez. Ha feldaraboltuk a burgonyát, akkor tegyük bele a lábasba, öblítsük le, és utána engedjünk rá vizet, és egy 10 perc alatt főzzük őket fél puhára. Amíg ezek itt megfőnek, addig pucoljunk meg egy újabb adag burgonyát, és vágjuk őket nagyon vékony szeletekre, hogy majd a tepsiben egyformán tudjanak megfőni nekünk a tejszínben. Ha megvagyunk a burgonyáknak a megtisztításával, és megmostuk őket, akkor igyekezzünk őket minél vékonyabb szeletekre felvágni. Ha a darabolással megvagyunk, akkor készítsük elő a spenótot, amelyhez szükségünk lesz egy voksserpenyőre. Ebbe tegyünk 100 ml olívaolajat. Az olívaolajat kezdjük el hevíteni közepes lángon, és tegyünk bele 400 g spenótot. Ez friss, megmosott bébi spenót, ami itt szépen össze fog nekünk fonnyadni. A spenóthoz szükségünk lesz még 3 gereszt fokhagymára, amelyet apró darabokra fel kell darabolnunk. A fokhagymával, ha megvagyunk, akkor adjuk hozzá a spenóthoz, valamint egy fél citromleve is kelleni fog. A citromot előtte nyomkodjuk meg, hogy minél több levet eresszen, amikor facsarni szeretnénk, és csak utána vágjuk ketté. Ezt a levét majd csak akkor fogom ide beleönteni, amikor már összefonnyadt olyan 90%-kal a spenót, hogy rendesen bele tudjam forgatni az egészet. Amíg ez itt összefonnyad, addig a burgonyánkat átpakolom a tepsibe. Igyekezzünk egyenlő távolságra elhelyezni őket, így könnyebb lesz majd kiszedni a végén. Erre fogjuk majd ráönteni a spenótos levet. Most már, hogy a spenótunk az a 80%-ára esett vissza az eredeti tömegének, hozzáadhatjuk a citromlevét. Itt, ha a kezünkön keresztül facsarjuk, akkor vigyázzunk rá, hogy a mag ne essen bele. Természetesen használtunk citromlevet is, csak ez így sokkal markánsabb ízélményt ad majd a végén. Már csak egy hozzávaló hiányzik, a tejszín. Ehhez 400 ml főző tejszínre lesz szükségünk. Ebben fog majd egyébként a burgonya is készresülni a sütőben. Egy forrás elég is neki, különben, hogyha túlmelegítjük, akkor az ellenkezőjét fogjuk elérni annak, hogy a tejszín krémességét át tudjuk adni a krumplinak, ugyanis a citromtól, amit hozzáadtunk, kicsapódnak belőle a fehérjék, és olyan darabos lesz az állaga, viszont ebben a verzióban szinte tökéletes, már csak annyi a dolgunk, hogy a spenótot a tetején eloszlassuk majd. Ha eloszlattuk rajta a spenótot, már csak annyi a dolgunk, hogy a 180 fokra előmelegített sütőbe betoljuk, és 25 perc alatt készre süssük. A sütőn sima alsó felső sütést állítottam be, ennek az ételnek nincs szüksége a levegő keringetésre, hiszen az a lényeg, hogy összesüljenek a bent lévő dolgok. Amíg ez sül, addig itt nekünk elkészült a steak burgonya alapunk, amit most le fogok szűrni, és utána befűszerezzük, hogy előkészítsük szintén a sütésre. Egy tepsibe bele fogom tenni a
sütőpapírt, hiszen azon fogjuk az egészet majd ugye megsütni. Ezt most összegyűröm, nem azért, mert ki akarom dobni, hanem azért, mert hogyha ezzel a technikával hajtogatod meg úgymond, akkor amikor kiteríted a tepsibe, ez benne fog maradni. A megszáradt burgonyánkat áttöntjük egy nagyobb tálba. Itt már nem lesz szükségünk másra, csak egy kis Himalája sóra, illetve olajra, hogy ugye ez rátapadjon és a széle ropogósra sűrjön. Ezt most itt összerázom, hogy mindenhol egyformán olajos és sós legyen. Ügyelve arra nyilván, hogy ne törjem össze a burgonya szeleteket, és egyesével kipakolom őket ide a tepsibe, hogy majd itt jól. Ezt viszont légkeveréssel fogjuk sütni, átsüljenek. Elkészültünk tehát a tejszínes tepsis burgonyával, már csak annyi a dolgunk, hogy az ide előre bekészített székburgonyát betoljuk a sütőbe, és utána 40 percig gyönyörködjünk benne, ahogy készesül. Le is telt a 40 perces sütési időnk, úgyhogy nézzük meg, mit sütöttünk ki ez idő alatt. Ez igen, tökéletesen aranybarnára sült burgonyát kaptunk, ami kívülről ropog, belülről viszont krémes. Én nagyon örülök, hogy megnéztétek ezt a videót, a jövő héten találkozunk!